Uralkodásának 71. évében érte a halál második Erzsébetet nyári rezidenciáján, a skóciai Balmoral kastélyában. 7 évtizede alatt politikai rendszerek és vezetők váltották egymást, miközben generációk nőttek fel. Vendégünk Czakó Borbála, Magyarország korábbi londoni nagykövete. Jó estét kívánok! Örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen. Amikor Erzsébetre emlékszik a világ, és hát hogyha megnézzük a világsajtót, meg hogyha megnézzük a közösségi médiát, tényleg az ő személyével van tele, akkor azért az jól megragadható, hogy itt igazából a velünk élő történelem az, ami egy olyan eseménybe torkollik, ami mindenkit megérint. Ő egy intézmény volt, és mindenki közel érezte magához őt. Mitől? A közvetlensége, az emberek szeretete, és valahogy beleépült, hát 70 évig volt a briteknek az uralkodója. Ez a velünk élő történelem, hát igen. Ugye ezt mondták itt rögtön a kommentárok, hogy hát vannak emberek, akik nagyon hosszú életet éltek, és egy pillanatot sem úgy, hogy nem Erzsébet volt a királynőjük Britanniában. Én is. De hát ön nem brit. Képzelje el az alattvalóit. Na, akkor viszont itt álljunk is meg egy pillanatra. Ugye látjuk a képet, amikor átadja a megbízó levelét a királynőnek. Nem tudom, hogy mennyire van ilyenkor lehetőség valódi benyomásokat szerezni a másikról. Önnek volt-e erre lehetősége? Igen, és hogyha megnézzük a képet, arra is nagyon büszke vagyok, hogy mosolygós, nagyon szép a szeme, ahogy rám néz. Tehát nagyon kedves volt, nagyon megfogadó volt. Egy audencián voltam, amikor tulajdonképpen elvileg fél órát adnak arra, hogy a királynővel beszéljek, de még ezt is túlhaladtuk a beszélgetéssel. Az, hogy miről lehet beszélni ez alatt a fél óra alatt a királynővel? Azt az adott helyzet határozza meg, az ő érdeklődése, vagy pedig ennek is megvan a protokollja, mint voltak éppen mindennek? Az a királynői protokoll, illetve a királyi protokoll, hogy nem szabad kérdezni. Mert ha kérdezem, akkor olyan helyzetbe hozhatom, hogy nem tud rá válaszolni. Tehát minden esetben meg kell várni, hogy ő mondjon valamit, vagy ha én mondok valamit, az ne kérdés legyen. Erre nagyon nehéz figyelni? Nem, ez egy egyszerű dolog. Diplomáciába. Hát igen, csak ugye ez egy normális esetben beszélgetés, amiben simán benne van, hogy az ember visszakérdez valamire. Hogy az hogy, vagy, és az sem szabad. Hát sok minden nem szabad. Egyébként ma, ahogy néztük a Károly herceget, vagy a Károly királyt, harmadik Károly. És már harmadik Károly király. Harmadik Károlyt megpuszilta egy alattvalója, ami abszolút majdnem azt mondom, hogy elfogadhatatlan, és ilyen mosolyogva fogadta el. Tehát változik azért, hogy ki mit enged meg magának, de hát elvileg nem lehet. A királynő nagyon adott a protokollra, a hagyományos protokollra? Hát, tudta a protokollt, és adott rá. Károllyal is találkozott. Az ő figurája, az ő szerepe ebben a 70 évben, az azt gondolom, hogy önmagában különleges. Hát valószínűleg a legtovább trónörökösként létező későbbi királyő. Hát ha a királynő a leghosszabban uralkodó, akkor a fia valószínűleg leghosszabban erre váró. Egyébként Károly Velszi herceg alapította a Hungarian Business Leaders Fórumot, aminek én közel 30 évig tagja voltam, meg most is tagja vagyok, tiszteletbeli elnöke, és Károly herceggel nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 30 év alatt. Közvetlenül is? Közvetlenül is. Milyen ember? Milyen király lesz? Szerintem őt nem értékelik annyira, mint amennyire őt kellene. Tehát ő mindig előbb beszélt a környezetvédelemről, a városépítésről, a fenntarthatóságról, a biogazdagságról. Tehát ő egy kicsit mindig előtte jár a világnak. Ő vagy a tanácsadóit választja jól, ezt mennyire lehet látni ilyenkor kívülről? Egyértelmű, hogy ő, mert neki a tanácsadói mindig azt mondják, hogy nehogy véletlenül azt csinálja, mert hogy amikor a virágaihoz beszélt, akkor kinevették. 15 évvel később mindenki elkezdett a virágokkal beszélgetni. Önt nyilván senkit nem lepett meg, hogy 96 évesen elmegy egy ember erről a világról, de önt az, ahogyan ez zajlott a protokollon túl, tehát hogy két órája már
nem volt köztünk, mikor még ezt tagadták, vagy legalábbis ugye visszavonatták a BBC-s kolléganővel a véletlenül kiposztolt írását, hogy elhunyt a királynő. Meglepte az, hogy ez mennyire rendezett módon zajlott, és hogy mennyire fegyelmezettek a britek ebben is? Engem az lepett meg, hogy még át tudta, hogy még a megbízást a Liz Trussnak arra, hogy az új kormányt megalakítsa, azt alkotmányos módon meg tudta csinálni. Mert nem csak az volt a fontos, hogy fogadni tudja a Liz Trusst, hanem az is fontos volt, hogy bizonyos mondatot a királynő elmondjon ahhoz, hogy alkotmányosan tudják megalakítani az új kormányt. Mert hát, ez ennyire pontosan szabályozott. Itt is van egy protokoll, és 96 évesen, két nappal a halál előtt ezt megcsinálta. Azt lehetett tudni, hogy annyira rossz állapotban van, hogy ez kérdéses? Ezt nehéz megmondani, ez egy orvosi kérdés, de meglepő, hogy ilyen hamar ment el. Mi jutott eszébe róla elsőként, amikor meghallotta a hírt? Az, ahogy találkoztak, vagy valami ettől eltérő? Hát szíven ütött, és azt gondolom, hogy ez olyan volt, mint amikor a II. János Pál pápa meghalt. Azt hiszem az életemben két ilyen nagy intézményszerű ember halála volt, aki nagyon hosszú ideig meghatározta egy bizonyos intézménynek a sorsát, és Erzsébet is ilyen volt. Kétszer találkozott a királynővel, ugye? Hát több, mint tízszer. Több, mint tízszer? Igen, de beszélgetések is voltak? Audencián egyszer voltam nála, tehát a protokoll szerint. Hát vannak a Buckingham palotában a fogadások, teázások. Olyankor közel lehet kerülni hozzá, vagy az hát kerül közel hozzá, akit oda enged? Hát ennek van egy protokollja, de a nagyköveteket mindig körbejárja, és mindig beszél velük. Tehát minden egyes alkalommal van rá mód, hogy beszélgessen vele az ember. Ez a lényege a magának a fogadásnak. Mennyire van erre felkészítve egy király, vagy egy király most már harmadik Károly esetében? Tehát pontosan tudja, hogy kihez lép oda, melyik államot képviseli. Találkoztunk már korábban. Ezek képben vannak? Képben vannak. Egyébként, mikor kikerültem nagykövetnek Londonba, akkor kifejezetten boldog volt, hogy Magyarországon engem neveztek ki nagykövetnek, mert én a Hungarian Business Leaders Forumnak vagy voltam az elnöke. Tehát ő nagyra értékelte, hogy egy olyan ember került oda, és mindig természetesen megismert, és azokat az embereket, akik hosszasabban vannak egy-egy pozícióban, teljesen normál, a királynő is felismert. Azt tudja, hogy miért, hogy látunk képeket, hogy miért hordott ilyen nagyon színes ruhákat mindig? Hát ez mert nem... ugye olyan volt, mint egy divatdiktátor, tehát nagyon zöld, nagyon rózsaszín, nagyon bíbor, nagyon valamilyen, hogy lássa a közember, amikor kilép. Hogy ne lehessen őt eldugni az embereket. Ma is tanultam valamit. Azt mondják, hogy ez így volt. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.